Krisztuson, kedves testvérek! Azt gondolom, hogy mindnyájan egy kicsit érezzük, hogy szociálisan, meg társadalmilag, meg erkölcsileg nagyon sok oldalról megrendült világban élünk, és ez azért nem könnyíti meg az életünket. Szociálisan, társadalmilag és erkölcseiben sérült világban élünk, és úgy gondolom, hogy amikor ennyiféle kívülről jövő sérelem, meg sokszor talán belülről jövő sérelem is van egy embernek az életében, akkor egyetlen menedéke van, hogy mégis jó életet éljen ezen a világon, és az egyetlen menedékünk az, hogy a leginkább a legszűkebb emberi közösségünkben mindenképpen örömben éljünk. Az összetartozásnak az örömében, hogy ezekben a közös életünkben, ami történik egy egészen szűk családban, vagy egészen szűk baráti körben, ha ezekben a közösségekben az összetartozás örömében élünk, akkor ez valamennyire ellensúlyozni tudja a világból ránk nehezedő terheket is. A szociális terheket is, a társadalmi terheket is, és sokszor még az kívülről jövő erkölcsi romlásnak a terhét is. A közösségekben születik az embernek igazán az öröme. Sokféle dolgot tud tenni egy ember a saját életében azért, hogy neki örömei legyenek, de a könnyen szerzett öröm az könnyen el is múlik az embernek az életéből. A közösségeknek az öröme az lassan épül fel, hiszen nagyon sok befektetett figyelmet és erőt kell betenni, hogy szűkebb és tágabb emberi közösségeink jól működjenek, de a nehezen, meg a lassan születő és sok áldozatot követelő közösségeknek hosszantartó öröme van az életünkben. Ha keressük a közösségnek ugye az összetartó erejét, hát akkor nem egy nagy újdonság azt mondani, hogy minden közösségnek az összetartó ereje a szeretet. Csak amikor én a szeretetről beszélek, akkor ezt nagyon világosan és nagyon könnyen értem, hogy mit jelent egy embert szeretni, de azt is tudjuk, mindnyájan tapasztaljuk a legfontosabb emberi kapcsolatainkban is, hogy mennyire sérülékeny az ember életében a szeretet. Hogy milyen nem akart módon és milyen ostoba módon tud az embernek összetörni egy-egy szeretet kapcsolatban a kapcsolati élete a másikkal, és az ember, nyilván Jézus, amikor azt mondja, hogy cserépedényben hozzuk életünket, hitünket és szeretetünket, akkor erre gondol. Egy pillanat alatt, egy figyelmetlenségből elejtünk egy cserepet, és már is összetörik. Az ember, hogyha nincs mindig nagyon nagy odaadással és figyelemmel a szeretete iránt, egy pillanat alatt elmúlik. Olyan emberekkel kapcsolatban is, akik azelőtt nagyon, akár évekig vagy évtizedekig nagyon fontosak voltak nekem, ha nem vagyok elég figyelmes és odaadó a szeretetben, egy néhány pillanat alatt összehullik az ember életében ez a szeretet kapcsolat. A sérülékeny emberi kapcsolatainkban mindenféle szinten gondolok. Egy szülő-gyermeki kapcsolatra, egy baráti kapcsolatra, egy házastársi kapcsolatra, akármilyen kapcsolatra gondolok, úgy gondolom, hogy ha a sérült kapcsolatainkra gondolunk, akkor tudjuk, hogy igazából csak egyetlen orvosság van. A megsérült emberi kapcsolatokra egyetlen orvosság van, ezt mondja el nekünk Jézus a végén ennek a történetnek. Azt mondja, ha megbocsáttok, akkor szerettiteket az Isten, ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, akkor úgy bánik veletek az Isten, mint ezzel a gonosz szolgával. A szívből meg nem bocsátasz a másiknak. Ennek a történetnek nyilván itt az adósság elengedésén túl ez a kulcsa, a megbocsátás. Az, ahogy Isten megbocsát egy embernek, és ennek a mintája gyanánt az egyik embernek meg kell bocsátania a másiknak. Úgy gondolom, hogy ez a megbocsátás azt jelenti, hogy elengedem a másik tartozását. Itt nem elsősorban pénzügyi tartozásokat hurcolunk egymással szemben, hanem lelkileg tartozunk egymásnak. A legnagyobb sérelmek közöttünk, akármilyen szintű emberi kapcsolatra gondolunk, ezek nem anyagi, ismerünk családokat, ismerünk a saját családunkból is nehéz pillanatokat, amikor anyagi vonatkozású, főleg örökségek körül. Isten mentsen és őrizzen meg bennünket, hogy ebből már bármikor bármiféle tervünk legyen. De nem mégsem elsősorban erre gondolok, hanem azokra a lelki tartozásokra, ahol lelkileg sérülünk, ahol a másik lelkileg sért meg engem.
Sokszor jobban fáj, mint akármilyen anyagi természetű fájdalom, vagy megkárosítás. A megbocsátás úgy gondolom, hogy azt jelenti, hogy az ember a másik lelki adósságát elengedi. Nem várom hetekig, órákig sem, percekig sem, nem várok évekig vagy évtizedekig, hogy a másik azt térden állva bocsánatot kérjem, hanem elengedem a tartozását. Azoknak tudom elengedni a tartozását, akit szeretek. Ha én feltételeket szabok, és azt mondom, hogy majd, ha ennyi idő eltelt, meg majd, ha ezt teszed, meg majd így próbálsz engem kártani, meg úgy, aki feltételeket szab, az ugye eleve lehetetlenné teszi azt, hogy ez megbocsátás legyen. A feltételek teljesítése az nem megbocsátás. A másik lelki adósságát elengedni, úgy, hogy nekem van igazam, és a másik volt sértő, a másik lelki tartozását elengedni, ez megbocsátás. A történetben lehetetlen volt megadni azt a mérhetetlen tartozást, amit ez a sokkal tartozó ember kellett volna, hogy visszaadjon a gazdának, és annyira mérhetetlenül kisebb volt az, amit ő aztán követelt a másik szolgától. Lehetősége se volt, hogy visszaadja az urának. Ha 100 évig élt volna, és minden nap, minden betevőjét adotta volna, akkor se tudta volna visszaadni. Nem tudjuk, hogy jött létre a tartozás, nem is számít. De az Isten egy ilyen mérhetetlen módú tartozást is elenged a másiknak, mert megesik rajta a szíve. Ha a történetnek a lényegét keresem, akkor azt gondolom, hogy a szolga azért engedi el ennek a mérhetetlenül sokkal tartozó szolgának az adósságát, mert azt akarta, hogy lehújjon róla ez az óriási teher, és helyreálljon az életébe a szeretet. A sokkal tartozó gazda, vagy sokkal tartozó szolga, az nyilván félte és rettegte az urát. És nem tudjuk, hogy mi hajtotta bele még nagyobb tartozásba, de tudta, hogy itt egyszer neki egy óriási bukása lesz ebből. Mint az az ember, aki ma kölcsönt kölcsönre vesz fel, és tudja, hogy ennek valahol az élete egyik pillanatában egy óriási törés lesz, de mégis csinálja, mégis fölveszi és beleér, rettegi egy idő után a pillanatot, ahogy ez a gazda, ahogy ez a szolga valószínűleg rettegte a pillanatot, amikor egyszer majd előveszi a gazda, hogy nézd, ennyivel tartozol. Eladlak téged, a feleségedet, a gyerekeidet, a vagyonodat, mindent eladok, még akkor sem kapom vissza azt, amivel tartozol nekem, de ennyivel tartozol. Rettegte az urát. Azért engedi el a gazda ezt a tartogást, hogy a rettegés helyett szeretet álljon ennek az embernek a lelkében. És ugye az adósság elmúlik, és a szeretet nem áll helyre. Ez a legnagyobb bukása ennek az embernek. Ugye a teher, az adósság elmúlik, és a szeretet nem áll helyre, hanem kimegy és elkezdi folytogatni a másikat, aki összehasonlíthatatlanul kevesebbel tartozik neki. És itt kell az embernek átgondolnia a saját viszonyát. A saját viszonyát az Istennel, és a saját viszonyát a többi szolgatársával, a többi emberrel. És ha csak nagyon fiatal életed van is, ha csak néhány éves, vagy 10 éves, vagy 20 éves, vagy 30 éves, akkor is, hogyha végig gondolod az egész életedet, azért azt gondolom, nem csak én tudnám összerakni az Isten előtt, hogy mi az a sok minden, aminek a terhét az Isten eddig elengedte nekem. Hogy hányszor találtam ott magam nyomorúságban, bukásban, bűnben, hányszor sértettem meg magam körül a világot, embereket, szüleimet, gyermekeimet, feleségemet, a körülöttem élő rám bízottakat, hányszor sértettem föl anyagilag magam körül a világot, de sokkal inkább számít az, hogy hányszor sértettem meg kapcsolataimat eddig életem során. És ha odaállok az Istennél, és azt mondom, hogy Uram, hát mérhetetlen tartozásom van, az Istennek mindig megesik a szíve, és mindig azt mondja, hogy mert így bánod, és sajnálod, és kéred, ezért én elengedem neked életed minden tartozását. Egyszer érdemes az embernek, anélkül, hogy életgyónásokat végeznénk rendszeresen, egyszer érdemes végig gondolni, hogy eddig életemben mennyi tartozást halmoztam már föl, a megsérült Isten emberi és emberi-emberi kapcsolataimban mennyi tartozást halmoztam fel, és mennyi mindent engedett már el nekem az Isten azért, hogy ne féltve és rettegve álljak előtte, hanem azért, hogy érezzem a szeretetét irántam, és ezt a szeretetet meg tudjam osztani egy másik emberrel. Mennyi adóságod volt már eddig, amit elengedett az Isten?
És ott állhatsz emelt fővel, és jogosan, Krisztus keresztje miatt jogosan azt érezheted, hogy minden gazemberségem ellenére így szeret engem az Isten. Ha kell, az életét adja, hogy értsem és érezzem, hogy az Isten valóban szeretettel fordul felém. Amikor az ember ezt az adósságát érzi, és tudja azt, hogy az Isten elengedi egy bánat szavára ezt az adósságát, akkor az embernek összetörik az életében minden gőgösség, és ezt a mérhetetlen jóságot megérezve az Istentől megérti a feladatát. Ha az Isten úgy szeretett engem eddig életem során, hogy minden adósságomat elengedte, akkor az a dolgom, hogy nagyon szeressek. Hogy mindazokat az embereket, akik ott vannak körülöttem, és bármilyen módon sérülést okoztak nekem, akkor az egyetlen dolog, amit Istennek hálaképpen, mert nekem sokat elengedett, megtehetek azt, hogy ezt az embert szeretem. Akkor is, ha bocsánatot kér, és akkor is, ha nem. És úgy gondolom, az már az életlenségnek egy másik foka. Amikor gazember volt velem valaki, és meg se kéri, hogy megbocsássak, és én mégis megbocsátom. Az Isten olyan embereknek is megbocsátott, Krisztus keresztje által, akik nem is tudták, hogy él Jézus ezen a világon, akik sose kértek tőle bocsánatot. Krisztus az őt halálra ítélő zsidóknak is megbocsátott, pedig eszük ágába se volt, hogy bocsánatot kérjenek ezért a keresztért. A mi életszentségünk, a mi célkitűzésünk Krisztus megrajzolt útja szerint az, hogy úgy is megbocsátás legyen a lelkünkben, hogyha igazából a másik nem kér bocsánatot. Ha továbbra is káromra van, és továbbra is bántja az én életemet lélekben vagy testben, úgy is megbocsátok, hogyha nem kér bocsánatot, és nem is érzi, hogy neki bocsánatot kellene kérnie. Nem egyszerű. Krisztus sosem mondta azt, hogy a megbocsátás egyszerű. Hogy lássuk, hogy a megbocsátás milyen áldozatokat követel, ezért hal meg a kereszten. Csak így tudott megbocsátani minden jó és gazembernek, csak úgy tudott megbocsátani, hogy az életét feláldozta. Nem gondolhatjuk, hogy a mi életünkben a megbocsátás úgy tud működni, hogy ez nekünk sose fájjon. Az emberben egy csomó indulat, egy csomó érzelem dohong, és nagyon nehéz elengedni ezeket az indulatokat, akkor, hogyha a körülöttem az én életemet valamilyen módon csak befolyásoló, vagy konkrétan ártó emberek élnek. És akkor az ember még a saját adósságát, ha vizsgálgatja, akkor nem csak azt látjuk, hogy mennyi hibát meg bűnt követtünk el, ami miatt az Isten irgalmas kéne, hogy legyen hozzánk, hanem azt is látjuk, hogy mennyi hanyagság volt eddig az életünkben, amivel ugyanúgy bántottuk magunk körül a világot, hogy mennyi mindent hanyagoltam el akkor, amikor nekem hálából vagy viszonzásképpen az anyámat vagy az apámat szeretni kéne. Hogy milyen hanyag voltam ezen a területen, hogy mennyit hanyagoltam el eddig a házasságomban, hogy a másik érezze, hogy az én szeretetemnek az örömében tud élni. Hogy mennyi mindent hanyagoltam el a gyermekeim nevelésében, amit utána sosem tudok már behozni. Hanyagsággal sértettem föl magam körül azt a világot, amire igazából Isten nekem képességet adott volna. Értelmesnek, imádkozónak, hittel megtelt embernek alkotott engem, és mégis mennyi mindent mulasztottam el. Ugye azt már egyszer elmondtam ebben a templomban, hogy a II. Vatikáni zsinaton, ugye a római misének azt a nyilvános gyónását, hogy sokszor és sokat vétettem gondolattal, szóval és cselekedettel, a II. Vatikáni zsinat egészítette ki ezt a nyilvános gyónást azzal, hogy sokszor és sokat vétettem gondolattal, szóval cselekedettel és mulasztással. Mert az ember mulasztással talán még több hibát és bűnt képes elkövetni, mint konkrét cselekedettel, gondolattal, szóval vagy cselekedettel. Mulasztással. És az életünk olyan periódusokból áll, az életünk minden pillanata egy egyedi, egyszeri és megismételhetetlen pillanat, vissza nem térő lehetőségek sorozata. Nem mondtam ott, nem tudom azt mondani, mert nincs lehetőségem, hogy azt mondjam, hogy én majd holnap jobban szeretek egy kicsit. Hogy holnap majd jobban hiszek, hogy vénségemben majd többet imádkozok. Elszalasztott lehetőségek sorozata az életünk. Isten azt mondja, hogy Jézus azt mondja egyszer tanítványoknak, használjátok fel az időt, mert rossz idők járnak. Használjátok fel ezt a napot, használjátok fel a tegnapi napot, a holnapi napot,
lássátok meg ennek a lehetőségeit, arassátok le azokat a kegyelmeket, amit ma akar az Isten adni, azért, hogy a mulasztásokkal ne sértsétek, ne sértsük magunk körül az emberi közösségünket, ne sértsük magunk körül a világot. Ezt is érdemes egy embernek átgondolnia, hogy mennyi lehetősége volt eddig az életemnek, amikor tehettem volna magamért, egy másik emberért, egy közösségért, az egyházamért, hogy mennyi jót tehetek, vagy mennyi jót tehettem volna. És lám az Isten még egy ilyen mulasztásból és hanyagságból fölhalmozott terheimet is, azt mondja, hogy ha sajnálod, akkor én elengedem. Ha kéred, én elengedem. Bármilyen nagyján nőtt a hanyagságból származó tartozásod. Csak egy szóval mond, és én elengedem. Most ha így bánik velünk az Isten, megint csak azt mondom, ezt gondolom, hogy egy másik emberrel nem tehetem meg, hogy ki akarom taposni belőle azt, amivel ő tartozik nekem, lélekben vagy testben. A boldogságvágy, ami hajt bennünket, ez kell, hogy ösztönözze bennünket arra, hogy megbocsátó lelkű emberek legyünk. Mert a szeretetünk, a boldogságból, a szeretetből származó boldogságunk enélkül a megbocsátás nélkül nem működik. Ugye az ember a szeretteinek könnyebben megbocsát. És gondold végig eddig, hogy a sokszor hibákat elkövető szüleidnek, hogy a szerelmeidnek, vagy a házastársadnak, a gyermekeidnek, hogy mennyi mindent bocsátottál meg eddig. Mennyi mindent bocsátottam meg azért, mert szigorúak, túl szigorúak, úgy éreztem, hogy túl szigorúak voltak velem. És megbocsátom, mert tudom, látom mellette a sok áldozatot, amit a szüleim hoztak. Megbocsátom a gyermekeimnek, tudom, hogy tévelyeknek sokszor elhibázzák, de mert az én gyermekem megbocsátom. Olyan dolgokat bocsátok meg a közvetlen szeretteimnek, amit másoknak sokkal nehezebben bocsátok meg, mert a szeretet és a megbocsátás hihetetlenül összetartozik az embernek az életében. Az egyik nincs meg a másik nélkül. Nem tudod azt mondani a másiknak, hogy én szeretlek, ha a megbocsátás lelkülete nem dolgozik ott benned. A legjobb barátságban, a legjobb házasságban, a legjobb szerelmekben is egy csomó sérülés van. Nem lehet úgy élni, hogy az embernek mindig csak rózsaszín legyen az élete, és mindig csak odáig és vissza csak a szeretet lelkülete dolgozzon. Számtalan konfliktus, számtalan sérelem van. És nem gondolom, hogy egy jó barátságban, egy jó szerelemben, vagy jó házasságban az ember szándékosan megbántaná a másikat. A figyelmetlenség alapján bántjuk egymást. A nem törődömség meg a hanyagság által bántjuk egymást. És az ember meg annyi ilyen elhibázott terhét hordozza. Én azt gondolom, hogy a megbocsátás lelkülete ott van, akkor túl tudjuk élni még a legnehezebb viharokat is. És erősödik a családunk, a közösségünk, a barátságunk, az egyházunk. Nem tud működni. Egyetlen szeretetre épülő kapcsolat se tud működni a megbocsátás lelkülete nélkül. Jézus nem csak beszélt erről, egész életével ezt tette, ezt koronázta meg a megbocsátás fájával a kereszttel. Ennek a mi keresztnek a vetületei ott vannak az én mindennapi, hétköznapi kapcsolataimban. És az embernek azért újabb és újabb terhek és kérdések jelennek meg. Fai kérdések, bevándorlási kérelmek. Az ember indulatos lesz, félelmei lesznek, és indulatos lesz. És az indulatos embernek a lelkéből elvész a békesség. Az indulatos lelkéből elvész a békesség. És békesség nélkül az egész életünk egy fabatkát sem ér. Krisztusnak az összes sérelme, neki az életébe került, az a sok sérelem, amit ráhalmozott a világ, de minden sérelem közepette is, amit cipelt nagyon nehezen és lelki fájdalommal, de a békességét sosem veszítette el. Mert egészen közel tudott lenni a békességet adó szerző atyához. A te békességed, ami nagyon sérülékeny ebben a világban, akkor nem vész el, ha közel vagy a téged szerető és minden adóságodat elengedő atyához. Ezt is Jézustól kell tanulnunk, hogy ne vesszen el az életünk az indulatosságban, meg a haragvásokban. Úgy gondolom, hogy a kapcsolati életek, sokszor a házasságok is, két dolog miatt mennek elsősorban tönkre. Az egyik az, hogy nincs benne elég alázat. Nincs benne elég alázat. Ebben a történetben is kiütközik ez. Az alázatosság hiánya. Úgy gondolom, hogy az alázat az azt jelenti, hogy
hogy nekem sok mindent megbocsátott az Isten, ezért én is megbocsátó vagyok. Ebben a történetben ez a sokkal tartozó azért vészel. Mert nekem sokat megbocsátott az Isten, neki a keveset legalább meg kellett volna bocsátani, el kellett volna engedni, nem tette. Ma az emberi kapcsolataink, még a legfontosabb kapcsolataink is azért mennek tönkre, nincs bennünk elég alázat. Nem látjuk be, hogy mennyi mindent elengedett nekünk az Isten, ezért nekünk is megbocsátónak kéne lenni. Ez az egyik, ami miatt sokat vesztünk, és sok minden sérül meg. A másik nyilván az alázat mellett, ez a megbocsátás is. Elsősorban azt kell megbocsátanom a másiknak, hogy ő nem olyan, mint én. Hát ugye az ember azért a maga bocsánat önteltségében azért úgy gondolja, hogy ő a legjobb csávó a világon. Hogy én azért nagyon tudom, hogy kell, és én nagyon úgy is csinálom, ahogy kell. És ez a másik ostoba meg nem olyan, mint én. Csak lát az a baj, hogy a másik is úgy gondolja, hogy ő a legjobb ember a világon. És ő tudja, hogy nagyon-nagyon jól tudja, hogy kell, és nagyon jól is csinálja. És azt gondolja, hogy én meg egy ostoba vagyok, mert nem vagyok olyan, mint ő. Az Isten ma 7 milliárd egyfejű, kétkezű, kétlábú ember tart létben ezen a világon, és mindenki más. És lehet, hogy mind a 7 milliárd azt gondolja, hogy én vagyok a legjobb ember ezen a világon. Isten végtelenül kreatív. Ő azért nem akarja, hogy egy másik ugyanolyan ember legyen melletted, mint amilyen te vagy, mert halálosan unnád. Mert elég magadból az az egy is. Épp elég viselni néha azt az egyet is, amilyen te vagy. És ha lenne még melletted még egy ugyanolyan, hát bele is rokkannánk két ilyet elviselni. Én is viselem a magam életem terheit, tudom, hogy nem könnyű, nem akarnék magamból még egy olyat, mint én vagyok. Tehát nem várhatom, hogy a másik olyan legyen, mert ostoba lennék, ha azt várnám, hogy olyan legyen, mint én vagyok. A szalázat, Isten sokat enged el nekem, ezért én nekem is el kellene engedni a másik adósságait, és a megbocsátás, megbocsátom a másiknak, hogy ő másféle. Azt gondolom, hogy ha ezt a két dolgot értjük és tesszük, akkor sokkal közelebb járunk ahhoz a lelkülethez, amit Jézus tanítani akar nekünk ebben a történetben. Hogy légy megbocsátó, légy irgalmas, mert a ti atyátok is irgalmas veletek. Ennek az egész történetnek ugye az a kulcsa, hogy az Istennek megesik a szíve rajtunk. Mostanában sokat jut eszembe ez a krisztusi mentalitás. Hogy Istennek újra és újra megesik a szíve rajtunk. És nem taszít el, nem lök el, nem hagy benne a hibáimban, a bűneimben, irgalmasságában, a megesett szívében, mindig érezteti velem a szeretetét. Ezért én nem tartok, nem támasztok feltételeket másoknak, mert Isten nem támaszt nekem feltételeket. Senki sem szeret téged annyira, mint az Isten, aki nem támaszt feltételeket. Mi sokszor feltételeket támasztunk, vagy ennél még rosszabbat is mondunk. Azt mondunk, hogy én megbocsátok, de nem felejtek. Ez nem megbocsátás. Mert én nyilván tartom a másiknak a bűneit, meg a hibáit, meg az adósságait. Megbocsátok, de nem felejtek. Az Isten elfelejti. Az Isten szétszaggatja az adósleveleinket, és azt mondja, hogy neked mától, holnaptól teljesen új, tiszta életed van. És nem jegyzi föl. Ha egyszer oda kell állni, majd az Isten elé nem kell felolvasni életed minden hibáját, mert az Isten ezeket szétszaggatta, és elfelejtette. Értsük meg ennek az evangéliumnak a lelkületét. Legyünk egy kicsit irgalmasabbak egymás iránt, hogy jobban működhessenek a szeretet kapcsolataink. Legyen egy kicsit több alázatunk, mindig emlékezzünk, hogy Isten sok mindent elengedett nekünk, a boldogság miatti vágy miatt szeressünk egy kicsit jobban. Mert Isten ezeket a próbálkozásainkat megáldja, és úgy gondolom, hogy ebben a megengedett és kiengesztelődött lelki állapotban ezek között sokkal jobban válik az életünk ezen a világon. És egyszer ezekben a megbocsátásokban találjuk meg az Istennek a kezét a halál túlsó oldalán, az ő boldog országában. Ámen.